Nagyon boldog vagyok, mert ugye 5 bajnoki címet nyertünk, eddig ennyi még soha nem volt. Jól sikerült az igazolásunk is, a Kalik-Paliék csoportja nagyon jól teljesített, és hát a fiúk a váltóban meg le a kalappal mindenki előtt. Igen, ugye kicsit térünk vissza a friss igazolásokhoz, ha jól tudom, a Honvédtől érkeztek. Csapatbajnokságon óriási segítséget nyújtanak, és úgy látom, hogy a versenyzők be fognak illeszkedni ebbe a csapatba. Biztos vagyok benne. Azokat a számokat, amelyekben ugye favoritnak is számítunk, megnyertük akár a távolugrást, ha nézzük, férfi távolugrást ugye Szabó László révén, vagy ugye a 4x400, ami címvédőként indultunk és nyertünk. Igen, hát ezek már szinte kötelezőek, de azért az eredmények egy picivel lehettek volna talán jobbak, de nincs ebben semmi probléma, itt a lényeg az, hogy megvan egy 5 bajnoki cím. Szívből gratulálunk a magyar bajnoki címhez is, és a 800-on elért egyéni csúcsodhoz is. Tényleg kiváló hétvége volt. Igen, soha rosszabbat. Olyan vagyok, mint egy jó bor. Későn érő típus valószínűleg, nem tudom, ezt tényleg álmomban se gondoltam volna, és ezt abszolút őszintén mondom, hogy bíztam magamban, bíztam a felkészülésemben. Nagyon-nagyon rögös volt, nehéz volt az út, ugye indulva a tavalyi évből, ami kimaradt a kulcsontörésem miatt. Sok egyéb dolog mellett, munka mellett, család mellett gyakorlatilag nem is tudok már napi 2-t edzeni, és mégis azért azt gondolom, hogy bíztam magamban, tudtam azt, hogy illetve hittem abban, hogy jó, amit csinálok, és nagyon jót tett a lelkemnek az a visszaigazolás, hogy két hete azt hiszem, hogy egy egyéni csúcsot tudtam elérni. Az valahol azért meglepett, de tudtam, hogy nagyjából egy hasonló időre képes vagyok, de a mai az egyszerűen nem is tudom, hogy mit mondjak, nem jutok szóhoz, borzasztóan boldog vagyok. Arról nem beszélve, hogy most májusban már 35 éves leszek, és 20-20-at írunk, most is azért itt van az aranyérem a nyakamban, és a dobogó legfelső fokán állhattam.